Ha a nevét hallják, bizonyára nem sokan tudják ki ő. Ha azt is elmondjuk, ő az, aki a szaharai túlélő versenyen indult, már jóval többen. Ha meglátják, ezrek ismernek rá. Igen, láttuk őt futni az országúton, a környéken. Hogy érzékeltessük, milyen kvalitású futóról van szó, íme néhány eredmény az általa teljesített erőpróbákról. 1988, Algéria, Hoggar-hegység, 14 nap, 14 maraton, 8. hely. 1989, Belgium, 100 kilométeres verseny, Vas Mártát segítette egy győzelemhez, önmaga a 34. helyet szerezte meg. 90-ben Spartatlon, 124 kilométernél feladta. 91, Bretagne, 14 nap, napi 50 kilométer, 14. hely. 92-ben ugyanezen a helyszínen, 12 nap, 12 maraton, 5. hely. Ebben az évben 100 kilométeres országos bajnokság, 2. hely. Kalifornia, Nevada, 7 nap, 7 maraton, 3. hely. 93, Marokkó déli része, Szahara futás, 6 nap, 214 kilométer, túlélő verseny hátizsákkal, 28. hely, hiányos felszerelés miatt 3 óra büntetéssel, egyébként a 15. helyre jogosító idővel. Ezután pénzhiány miatt ez évig nem indult komoly versenyeken, 97-re azonban ismét voltak tervei. Nemes Miklós 12 év alatt a világ sok-sok veszélyes táján vett részt versenyeken. Több ezer kilométert futott skorpiók, kígyók, veszélyes ragadozók közvetlen közelében. A sors furcsa tréfája, hogy a szinte semmilyen veszélyt nem jelentő hazai terepen, sötét völgyben érte utol a baj. Van egy útvonalam ki sötét völgybe, leszoktam futni a szőlők közt a sötét völgyű törőtáborra, ott a meredeken, és akkor a tábor melletti ösvényen tovább a réteg felé. És ott az úttörőtábor sarkán, az ösvényen ott tévedt észre ez a kutya, és mint a zsinóron húzták volna, úgy jött felém. Kutyával volt valaki? Igen, ketten voltak a kutyával. Egy, ha jól tudom, jól emlékszem, egy nő, meg egy férfi. Próbálták-e a kutyát visszatartani, vagy visszahívni? Hát a gazdája kiabált felém, hogy szólt a kutyának, hogy gyere vissza, meg hogy nem bánsz. A kutya semmit nem reagált. Jött felém, és akkor én, ahogy odaálltam egy fához, mert olyan fák voltak pont a környékben, hogy nem lehet rájuk mászni. És, vagy leesek róla, és akkor rosszabb van. És állt egy pillanatig a kutya, és belekapott a lábamba. És akkor égtelenül elkezdtem ordibálni, hogy szétszedi a lábamat, meg hogy jöjjön oda, szedje le rólam. És akkor elővettem a zsebembe a sprét, félre nyomtam a fület rajta, és akkor telenyomtam a pofáját a kutyának sprével. Ezután mi történt? Oda jött a gazdá, és akkor közös erővel letéptük a lábamról. A gazda húzta egyik irányba, én meg a lábamat a másik irányba, és akkor szakadt minden, anorák, alsó, ilyen cica nadrág van alatta, az minden szétszakadt, meg a hús rajta. És akkor úgy tudom, hogy ő azt ígérte, hogy küld segítséget. Igen, és akkor mondta, hogy ránézett a lábamra, azt olyan dünnyögött, hogy ez nem is olyan komoly, és akkor, hogy hív mentőt. És elment a kutyába, fönnyalábolta a kutyát, és elment a kutyába. Kocsival voltak, tehát el is vihettek volna. Igen, valamilyen trabanta. De én a 100-150 méterre volt, meg én végül is... Ez olyan, mint amikor hogy félre nézel, és akkor ott látszott, van egy sziluett, hogy látszott valamit, hogy van ott egy autó, de azt már nem rögződik az agyadba, hogy az milyen színű, a rendszámhoz, leolvasáshoz az messze volt, úgyhogy én csak ennyit tudtam mondani a rendőröknek, hogy ilyen hótronda színű trabant. Hát. Mennyi idő után döntöttél úgy, hogy nem vársz tovább, hanem megpróbálsz valahogy kivergődni az útra? Hát szerintem nem volt több 5 percnyi. Ott kerestem a zavarba, találtam egy jó erős botot, és akkor arra támaszkodva a réten keresztül elindultam az út felé, az aszfalt út felé. Lábad nagyon vérzett? Elkötöttem, tehát nem vérzett. Tiszta vér volt, de nem folyt belőle a vér. Hogyan láttad meg az érkező autót, aki végül is kórházba vitt? Hát amíg kifele mentem, kettő elment, mert még a rét közepén voltam, kettő elment, és akkor végül is az autó az lassan jött. Azt hiszem ott is akartak megállni. És akkor már a gyerekek kiszálltak, vagy azok gyalog jöttek addig, meg egy kis egyéves ilyen vizslaszerű kutya. És akkor én elkezdtem hadonászni a botta, hogy kutyákból elég volt mára. És akkor láttam, hogy a Szűcs Pisti
Nagyon rossz állapotban volt, én először meg se ismertem, csak annyit láttam, hogy egy vérző lábú ember ilyen szaggatott felszerelésben botorkál kifelé egy ilyen másfél méteres akácfa rönkkel, vagy valami rönkkel az út mellett, és integet. Erre álltam meg gyorsan, és odaszaladtam hozzá, akkor ismertem fel a Miklóst, akit végül is régóta ismerek, és nagyon csúnya állapotban volt a lába. El volt kötve, ő saját maga elkötözte, hogy ne vérezzen el. És én mondtam, hogy azonnal beviszem a kórházba, bár ő azt mondta, hogy a kutya gazdája azt ígérte, hogy mentőt küld érte. A család ott maradt a bejárónál, és én beütettem a Miklóst, és elindultunk be a baleseti sebészetre, és egy olyan 500 méter után találkoztunk a kutyával, a Miklós felismerte, hogy ez a kutya harapta meg, és jött visszafelé az úton. Hát egy kicsit megijedtünk ettől a dologtól, és visszafordultunk gyorsan, és beültettem a családot is az autóba, és együtt jöttünk be Szekszárdra. Fölhívtam a mentőket, hogy egyáltalán bejelentés érkezette, hogy a Miklóssal ez történt. A mentősök elmondták, hogy volt egy bejelentés, de megszakadt a vonal, vagy lerakták, és ők nem küldtek ki mentőt Sötétvölgybe, én megmondtam, hogy a sérültet most viszem a balesetire, de ez már itt volt benne Szekszárdon. A balesetin azonnal fogadták? Tehát rögtön ellátták? Én a balesetin rögtön bekopogtam, és a doktor úrral beszéltem, a rákász doktor úrral, ő rögtön elkezdte a kezelést, vagy ellátni a Miklóst. Az eset tehát sajnos egyáltalán nem egyedi, bár szerencsére nem mind végződik olyan tragikusan, mint Nemes Miklós ügye. Ügyeletes voltam a kórházba, és reggel be kellett ezért jönnöm. Ugye 8-ra kell jönni, én 3-8-kor kiléptem otthon a kapun, és hát mentem a túloldalon álló autón felé. És a kocsim mögül kiugrott két kutya, az egyik egy pitbull, a másik egy tacskó, és a kezemben volt a kulcs, és az autókulcs, és még le se értem a járdáról az útestre, a pitbull már fölugrott, és kapott a karom felé. Hát én jobb kézzel természetesen próbáltam védekezni. Hát óriási szerencsém volt, hogy a kutyán szájkosár volt. Így nem tudott igazából megharapni, de a szájkosárral elég nagyot tudott ütni. Ilyen 35 kilós kutya nekiugrik az embernek meglepetésszerűen. Az egész 2 másodperc alatt zajlott le. Hát egy ijesztő élmény, hogy egy morgó, ugató kutya fölugrik, és az emberre csap a szájkosárral, borzalmas érzés. Rájöttem, hogy ez a kutya nem tud megharapni a szájkosárral, hát néztem, hogy van-e gazda valahol, hát gazda sehol, se pórás, se gazda, se semmi. Tudtam, hol, melyik házban van ez a kutya, becsöngettem, hogy ugyan már jöjjenek ki, mert miért engedték ki a kutyát, nem jöttek ki. Mert hát ők úgy gondolják, hogy minek kijönni, hogyha elengednek egy pitbullt az utcán kovályogni. Rendőrségnek szóltam, rendőrök kijöttek. Helyszínre mentünk, a helyszínen, ahogy az autóból kiszálltunk, egy zsámle barna színű harci kutya, akkor mi előre nem tudtuk még, hogy szájkosár van rajt, de szájkosárra nekünk ugrott, megtámadott, mivel hogy annyira gyorsan történt a dolog, mással nem tudtam elhárítani a támadást, rálőttem a kutyára, amely a lövés elérte a kutyát, aztán a kutya végül is csak sebesültként elmenekült a helyszínről. Úgy tudom, hogy a kutya tulajdonosa nem is tartózkodott otthon. Hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen kutyát az utcára engednek? Egyáltalán ilyenkor mi az eljárás? Hát a kutya rendszeresen, az elmondottak szerint ott a környékbeli lakók szerint rendszeresen ugyanígy szabadon szokott lenni. A környékbeliek már aláírás is gyűjtöttek korábban. Hát nem tudom, tulajdonképpen emberi felelőtlenség. Ezért is mindig azt szoktuk mondani, hogy ha lehet, ezeket a kutyák nagy ügybe kerüljék el az emberek, és próbálják a tulajdonos rászorítani arra, hogy ha nincs otthon, akkor se legyen ez a kutya szabadon. Az érintetteknek és a jó érzésű embereknek persze lesújtó véleménye van a jelenlegi állapotokról. Nem az állatbarát, az igényes állattartók ellen szólnak, hanem a felelőtlen, sőt sok esetben a veszéllyel hencegő, szűklátókörű kutyások ellen. Az olyanok ellen, akik ha baj van, inkább elmenekülnek, mint sem vállalják felelősségüket. Az előrelátás pedig végképp nem sajátjuk. Én körülbelül 150 méterre lehettem az eseménytől egy 3 éves kisgyerekkel. És ez velünk is megtörténhetett volna ott, ha éppen bennünket vesz észre a kutya. Én nagyon súlyosnak találom ezt a helyzetet, így nem szívesen találkoznék ilyen kutyákkal, amikor szabadon vannak. Teljesen mindegy, hogy egy kutya zseppincsi vagy vérebb. Ha embert támad, akkor azt ki kell irtani. Ez nem kérdés. Aki ez ellen lép,
az lehet, hogy nagyon humánus a kutyákkal, de embertelen az emberekkel. Azért kell ilyen keményen fogalmazni, mert kutya kötelességünk megvédeni a gyerekeinket, megvédeni az embereket. Ha a kutyának jogai vannak, akkor a gyerekeinknek is jogai vannak. És hogyha egy 10-12 kilós gyerek megy ki az utcára, a kertbe játszani, és egy elengedett kóborló pitbull széttépi, akkor kié lesz a felelősség? Akkor majd azt fogjuk mondani, hogy sajnáljuk? Az ön véleménye szerint mi lenne a megoldás? Hát az, amit akkor tettem, csak jobban kéne céloznom. Lelkileg mennyire viselt meg a dolog, mert hát a dolog egyik része a fizikai fájdalom és a sérülés? Hát megviselt, mert végül is, ahogy elmondtam az előbb, ilyen tervek voltak, kimaradok ezekből, és a végül is a életem egy része volt most már a futás. Sajnos húsvét óta sem a kutya gazdáján, sem a kutyát nem sikerült megtalálni. Kérjük és figyelmeztetjük az állattartókat, kutyatulajdonosokat, még időben szívleljék meg a látottakat, mielőtt egy újabb tragédia megtörténik.